Sziasztok! Minden identitásnak, amit földi életünk során megtanultunk, vagy összeszedtünk magunknak, és el is hittük, hogy oda tartozunk, ez az életünk, ez az én képünk, ez egyértelműen nem mehet be az Isten országába, hisz Krisztusban nincs zsidó, görög, cigány, román, magyar, székely, de még vallás sincs. Sem politikusok, sem guruk, sem papok, sem pápák, tehát ezek az identitások nem örökölhetik Istennek az országát. És erről kaptam egy nagyon erőteljes álmot, aminek megmondom őszintén, hogy a vége olyan erősen meghatott engem. Olyan erősen megéltem Krisztusnak a fájdalmát, hogy egyszerűen érzem, hogy el kell mondanom, ez valójában erről a magyar identitásról szól, a magyar nemzetnek a tévejgéséről, amiben én is benne voltam, pontosan úgy, mint bárki más. Tehát én nem tartom magam különbnek mástól, hisz ezekben én is belenőttem. Kiskorom óta mindig is rajongtam a magyar történelemért. Egyszerűen büszke voltam arra, hogy székelynek születtem, hisz ezt örököltem az őseimtől, abból a gyümölcsből étkeztem, amit ők teremtettek számomra, és megteltem evel. Ez az úgynevezett identitás gyümölcse, a nemzeti hovatartozás gyümölcse, ami által legyünk őszinték, emberek millióit képesek vezetni, manipulálni, benne tartani egy olyan rendszerbe, ami egyértelműen a lélek kárára való. És itt hozzátenném, hogy ez nem a vezetők hibája, mert egyértelműen ez egy nemzedékről nemzedékre örökölt megtévesztés a lelkek kárára, és beleviszi az embert a kárhozat útjába. Hisz egyértelműen megítéltetett a világ fejedelme Krisztus Jézus által, és aki őt választa személyesen, keresi az igazságot, az meg is kapja azt ott az átformálódást az Atya kegyelméből, a mindenható teremtő Isten kegyelméből, amiről maga Krisztus beszélt. Tehát a világ fejedelme megítéltetett, és mindig is ítélet alatt volt a világ fejedelme, és ítélet alatt is lesz, amíg megtermi a gyümölcsét, vagy az örök feltámadásra, hisz ez a szerep jutott neki, vagy az örök kárhozatra, és ezt mind lebontva a saját életünkre. Tehát a világ fejedelme megítéltetett, és ítélet alatt van azok, mi vagyunk addig, amíg nem születtünk újjá Jézus Krisztus által, az Atya Isten dicsőségére. És elmondom az álmot nektek nagyon röviden, mert egyben nagyon intenzív és tanító álom volt. Az történt, hogy talán otthon voltam, ahol gyerekkoromban éltem, szülővárosomban, és ott a kapu nyitva volt, vagy kinyitotta valaki, nem tudom, de tudom, hogy beengedtek ilyen felvonuló tömeget, és ez a felvonuló tömeg mind néppies ruhába volt, tehát népviseletben, és ez mind a kárpát-medencei magyarságnak többféle népviseletében öltözött emberekről szólt. Bejöttek a kapun hozzánk, és én úgy éltem ott, tudom, éreztem a szívemben, hogy valójában én egy gyerek voltam, szószoros értelemben egy gyerek állapotában voltam ebben az álomban, és betódultak a kapun, és én egyszerűen haragudtam arra, hogy ki az, aki kinyitotta ezeknek a kaput, ki engedte be, hisz tiltakozott bennem minden, hogy kiengedte be ezt a felvonuló tömeget. Ez olyan volt, mint amikor ugye Budapesten rendeznek egy békemenetet, vagy egy elindulnak az emberek ugye népviseletbe zarándokolni a Babba Máriához, és betódulva a kapun volt egy fő szónok, egy olyan jellegű ember, mint egy vőfény, szószoros értelemben, és azt is láttam rajta, hogy itas, sőt, erős pálinkát ivott, erős szilva pálinkát,
és egyértelműen prédikált arról nekem, ahogy bejött az udvarunkra, és úgy ott összegyűltek még csodálkozó emberek is, nézték, hogy mi történik nálunk, bejött, és egyértelműen kezdte mondani, hogy magasztalta Orbán Viktort, a jelenkori magyar miniszterelnököt, és magasztalta ő is, és nagy dicsőítő, nagy fennhangon dicsőítő, zengő szavakat mondott ki magából, hogy ő az igazi vezető, és tudtam magamban, hogy mondom, igen, hát valamelyest jobb, mint a mások lennének, de egyben abban az állapotban, amiben voltam, mint egy kisgyermek, egyszerűen éreztem, és motyogtam is valamit magamban, hogy persze, majd titeket ő fog megmenteni, itt magasztaljátok, és nem tudjátok, hogy mibe mentek bele, de ezt itt ebben az állapotban már elég ilyen indulattal voltam irányukba. Pontosan minden gyermek, amikor el kell viselje azt, hogy a felnőtt rá akar tokmálni bármit is abból, amiben ő nincs benne, ezekben az identitásokban, ezekben az én képekben, hanem még benne van az Isten lelke, az Isten lelkének az állapotában, és érzi, hogy ez az egész hagyományos életkivitel, ezekhez való ragaszkodás az egyértelműen leköti, fegyelmezi, kordába tartsa a gyermeket. Pont egy ilyen indulat volt bennem, legalábbis ehhez hasonló, hisz annyira intenzíven megéltem. És nem elég, hogy ez a nagy szónokot dicsőítette Orbán Viktort, hanem ott még egy hölgy, az is ugyanúgy be volt pálinkázva, tehát egyértelműen mámorosok voltak, és ott mondták az övékét, hogy igenis, hiszen ő az, aki minket megment, ő a vezetőnk, szószoros értelemben úgy éreztem magamot, mint a kommunizmus idején, amikor magasztalták a volt román diktátort, Ceausescut, és ajnározták, hogy igenis, ő a mi vezérünk, ő az, aki megment, és el voltak ott magukkal, és én egyszerűen nem tudtam evel a helyzettel mit kezdeni, hisz éreztem, hogy a többség nyomására egyszerűen úgyse hallgatnának meg, éreztem a szívemben, hogy bármit is mondok nekük, nem hallgatnának meg. Egyszerűen olyan állapotban vannak, úgy be vannak részegedve ettől az egésztől, hogy nem hallgatnának meg. És ezt még elviseltem magamban úgy, hogy szomorú lettem, de közben bosszankodtam, és közben indulat is volt bennem, hogy mind meg akartam tudni, hogy ki volt az, aki beengedte őket ide. És arrébb is mentem, és megláttam egyik ismerősöm, barátom, ugye, mint szemléltető volt oda téve, ült nagy komolyan egy lépcsőfokon, és csodált ezt az egészet. Igen ám, de az történt, hogy a zászlóvivő, mennek a tömegnek volt egy zászlóvivője, mind akik fölvonulnak, és mindig is ezt tettük, mindig is fölvonultunk, hisz átneveltek. Ez a zászlóvivő átadta az ő kezébe a zászlót, és az eredeti zászlóvivő, nem tudom hova tűnt el, de ennek a barátomnak a kezébe adta. Ez egy sötét bordó színű zászló volt, talán barna, barnás színű, amire valami rá volt írva, nem tudtam elolvasni, és én akkor omlottam össze teljesen, akkor nagyon megkeseredtem a szívemben, hisz egyszerűen tudtam, hogy ennek az embernek én, ennek a fele barátomnak, embertársamnak, aki ugyanabból a földből valahonnan én, hányszor beszéltem neki Krisztusról, és mégis megfogta a zászlót, és kellett vigye, mivel megfogta, vinnie kellett, kénytelen volt menjen a tömeg előtt. És olyan erőteljesen megszomorodtam a szívemben, hogy én nem is tudtam, hogy van ilyen szomorúság, a Krisztus szomorúságát éltem meg. És ahogy távozott a tömeg ki az udvarról, és ez a barátom vitte a zászlót, hisz ő, tudtam róla, hogy még mindig ide tartozik, ehhez az identitáshoz.
a magyar identitáshoz tartozik, és nem lett gyermek Jézus Krisztusban. Mennie kellett velük, és ahogy távoztak el, egy embert láttam, aki elég gyermeki volt, ahhoz hozzá is szóltam, hisz kiderült, hogy ő felvidéki. Mondtam neki, hogy elég sokszor jártam a ti vidéketeken, akkor éreztem egy kis lelkesedést arra, hogy talán ő még menthető, ki lehet őt még ebből a tömegszellemiségből hozni, ebből a úgynevezett nagy magyar identitásból. És amikor a tömeg elment, és amikor láttam ezt az ismerősömet, barátomat elmenni, olyan erősen megszomorodtam, úgy sírtam, mint egy kicsi gyerek. Potyogtak a könnyeim, és megéreztem mélyen a lelkemben és a szívemben Krisztusnak a könnyeit, a fájdalmát, és egyszerűen ki kellett jelentenem hangosan, hogy én nem tartozok többé a magyar nemzethez. Befejeztetett, nem tartozok oda, és én tudtam, hogy tényleg nem tartozok oda. És ez az álom, és az egésznek a megértése, ami megadatott nekem jó atya kegyelméből, így ahogy mondom nektek, hogy nehogy azt higgye valaki, hogy én külön vagyok, hisz erről hosszasabban is tudnék beszélni, hogy én mennyire ragaszkodtam a magyar identitásomhoz, a széke identitásomhoz. Majdnem belehaltam. Éveken keresztül annyi verdődésen mentem át, addig, amíg nem kaptam jó nagy pofonokat, hála Istennek, amíg nem aláztak meg többször, úgy itt Magyarországon, mint otthon a szülőföldemen, hogy megláthassam aztot, és ez is Isten kegyelméből történt, hogy nehogy beleéljem magam, nehogy belemenjek olyanban, mint ahogy Vasalbert írta. A magyarok inkább hősi halált haltak, mint hogy hősi életet éltek volna. A hősi élet számomra az a Jézus Krisztusban való újjászületés, hogy az Atya Isten lelke által személyesen legyek átformálva, az én képem átformálódjon, hisz én nem ez vagyok, Istennek csak gyermekei vannak, és Istennek a gyermekei, azok nem tartoznak sehova, semmilyen nemzethez, hanem egyedül ő hozzá, ami kijelentetett Krisztusban. Tehát én ezt a szomorúságot, amit megéltem, és még voltak régebb ilyen álmaim, egyértelműen tudtam, hogy ez a szomorúság a gyermek szomorúsága, a Krisztusé, és ahogy potyogtak a könnyeim, hogy ezek az emberek menthetetlenítették magukat, és nem akarnak egyszerűen a Teremtő Mindenható Atyukhoz fordulni személyesen Krisztust, hogy megismerjék, hogy megmeneküljön az ő lelkeik, hogy szabadokká váljanak, mint a gyermekek, mert csak az ilyenek öröklik az országot, úgy a lentit, a nap alattit, mind a nap felettit, az örökkévaló mennyek országát. Hisz a földet is csak azok öröklik, drága emberek, a jövő nemzedéke csak az marad meg, hisz ez a nemzedék próba alatt van, ez a nemzedék megpróbáltatik keményen, megmérettetik a szétválasztódás, megtörténik, a rosta alá van vetve mindenki, én is. Ezt a földet is csak azok öröklik majd, akik gyermeké lettek, akik szelideké lettek, akik nem akarják már kizsigerelni, akik nem ülnek föl vezetőknek a szövegeire, akik nem helyeznek maguk fölé emberi vezetőket, mint ahogy mondtam, pápákat, gurukat, papokat, tanítókat, politikusokat, orvosokat, és így tovább, hanem egyedül a mindenható, teremtő, élő Isten lelkától lesznek vezetve, tanítva, és létezve már itt ezen a földön. Ez, amiről én így beszélhetek nektek, ez a jelenések 21-ben egyértelműen le van írva, az új föld és az új ég. És azt is tudom, hogy amit az Atya, a mi teremtő mindenható apukán kijelentett, akár még az írásokon is keresztül, az minden be fog teljesedni menthetetlenül. Tehát ezért éreztem ezt a hihetetlen fájdalmat, szomorúságot, és patakokba folytak a könnyeim. Tehát szavakban nem is tudom elmondani,
hogy mennyire fájt nekem az, hogy könnyek között kellett megvalljam azt, hogy én nem tartozok többé a magyar nemzethez, a Kárpát-medencei magyarsághoz, és legyen akárki, akárhol ezen a földön, akár részbőrű indián, ezt láthattam az utóbbi időkben is, az atya erre vezetett engemet, hogy lélek által meglássam, ha nem lesz Isten gyermekévé, nem fog tudni bemenni az örök hazába, nem fog tudni elszakadni attól az identitástól. Ezek a könnyek, amiket megtapasztalhattam a jó atya kegyelméből, ezt a fájdalmat, azt valójában Isten gyermekei érzik Krisztusban, és egyben így Krisztus könnyei is, hisz mi azok, akik ezáltal beszélhetünk ezekről a dolgokról, és tényleg lássuk az atya lelke által megadva nekünk ezt a kegyelmet, hogy mi történik a lelkekkel, hogyan vesznek el, hogy az emberkövetés, ezek az identitások, hogy kötözik meg az embert, hogy taszítsák bele a külső sötétségben, az örök kárhozatban. Ez igazából tényleg szomorúsággal tölti el a gyermekeket, Istennek a gyermekeit. Ezek az identitások fenntartása, ez ma ugye nagyon megy, és nagyon életbe tartsák a média jóvoltából, és folytonosan megy a propaganda, tehát a léleknek az eltorzítása ezáltal, és el vagyunk hitetve nemzedékeken keresztül, hogy ez az, ami minket megtart. És Krisztusban pontosan az ellenkezője mutatkozott meg, hisz Krisztus azt mondja, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a kicsin gyerekek, nem mehettek benne az Isten országában. Teljesen szembesítve, hogy nincs hierarchia, nincs identitás, nincs szükség identitásra, akik nem akarnak uralkodni, nem akarnak birtokolni semmit, hanem egyszerűen megélik az atya jelenlétét, az atya dicsőségét. Sziasztok!